És kezdheti is Attila, a mikrofont átadom neki. Üdvözlök mindenkit, először is arra kérném az egybegyűlteket, hogy egy kicsit a színpad elé kéne tömörülni, hogy nyugodtan, aki részt venne a futáson, az jöjjön egy kicsit közelebb, és amíg ugye ez megtörténik, ez a közelebb megérkezés, addig így bemutatkoznék, hogy Molnár Attila vagyok, az Évának a bátyja, és a Balatuning Sportegyesületnek vagyok az egyik alapító tagja, és a Székesfehérvári Predator Sportegyesületnek vagyok az elnöke. Emellett súlyemelő és boxedző is vagyok. Jó, hogy szeretném, hogy még egy kicsivel közelebb érkeznétek, és aki részt vesz a futáson, attól azt szeretném kérni, hogy egy kis izület átmozgatással elkezdenénk a bemelegítést, egy kis bokakörzés, szépen mindenki elkezdi a bokáját körözni. Meg kéne csinálni mindkét irányba 10 ismétlést, utána jöhet a másik láb, azzal is mindkét irányba 10 ismétlést. Közben, amíg ugye a gyakorlatok folynak, elmondanám a bemelegítésnek a fontosságát, ugye ez a bemelegítés felkészíti az izmokat és az izületeket a következő sportmozgásra, ami most jelen pillanatban a futás lesz. Nem lesz sok ez a futás, de azért itt is érdemes bemelegíteni, mert bármikor közben jöhet egy kis rándulás, sérülés. Jó, mindenkit arra kérnék, hogy googoljon le, teletalpon természetesen, és elkezdünk térkörzést csinálni. Teletalpon mindenkit, a 700-át. Igen, próbáljunk egy kis csípőszéles telpeszt csinálni, és úgy sokkal könnyebb lesz, mint zárt lábbal. Jó, utána könyökünkkel megtámasztjuk a térdünket, és a másik irányba kezdünk el körözni. Jó, egy csodás kis 10 kör kéne csináljunk a térdünkkel, utána marad a guggolás, egyik karunkkal megérintjük a talajt, a másikkal elkezdünk karlendítést csinálni, csavarjuk a csípőnket és jól nézzünk a karok után. Jó, összesen 10 lendítést az egyik karral, 10-et a másikkal, jól nézzünk a karok után, ugye ez a gyakorlat nagyon jó bemelegíti a csípőt és a törzset. És ha ezzel is megvolnánk, akkor marad a guggolás, nem mondta senki, hogy fölállhat bárki is. Kettőt rugózunk guggolásba, kettő törzshajlítás talajérintéssel, és próbáljunk meg a sarkunk mögött talajt érinteni, természetesen nyújtott lábbal, addig én megnézem, hogy kinek vannak kisebb hajlékonysági problémái. Azért akad. Úgyhogy nagyon figyeljetek oda a nyújtásra, amikor edzetek, edzés előtt és után sem árt. Oké, ezzel is megvolnánk, törzshajlítás oldalra, egyik kar magas tartás, a másik kar csípőre tartás. Összesen 20 ismétlést próbáljunk megcsinálni. Úgy látom, ezt mindenki nagyon ügyesen végre tudja hajtani. Páros karkörzés jön előrefele. Próbálkozzunk minél nagyobb köröket nyújtott karral csinálni, a tenyeretek szembenézzen egymással, de ne érjen össze. Ha megvolt a 10 körzés, akkor mehet hátrafele is. Jó, és elkezdjük a könyökünket egy kicsit átmozgatni mindkét irányba, forgassunk 10-et, ugye mehet mindkét kézzel, nekem ugye az most nem megy, mert az egyik kezemben a mikrofon van. Jó, utána szépen összecsapjuk a két tenyerünket, és a csuklónkat kéne átforgatni. Utána mehet a fejkörzés. Mindkét irányba jól mozgassuk át a fejünket, ugye egy nyak rándulás sem hiányzik a futás közben. Jó, csinálunk egy harányterpeszt, megtámaszkodunk a talajon mindkét karunkkal, és az egyikkel a lábunkhoz közelebbivel elkezdünk karlendítéseket csinálni.
és jól nézzünk szépen a karunk után, ugye azzal a karunkkal lendítsünk, amelyik a lábunkhoz közelebb van, hogy azért, hogy látom, jó párra pont fordítva csinálja. Jó, csináljuk a másik oldalra is, másik láb. Ezután a gyakorlat után egy kicsit a bemelegítés, keringés fokozó része fog következni, amivel egy kicsit feltornázzuk a pulzust, a vérkeringést. Jó, szépen elkezdünk helyben szögdelni. Ugye a futáshoz nagyon fontos vádli, és egy kicsit bemelegedjen. Jó, elkezdünk terpeszugrás és karlendítés oldalra. Ó, mindenki nagyon ügyesen csinálja. És 10 darab guggolásból felugrás. A 700-át, nincs itt tapellát, csinálni kell. Ez az. Jó, és 10 darab kitörés. Szépen, hogy a combok is nagyon csodálatosan bemelegedjenek. Utána kis nyújtó gyakorlatokat fogunk csinálni. Úgy, ami megint csak kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a kellő mozgástartomány a sportolás közben. Jó, haránterpesz ismét, két karunkkal megtámaszkodunk, a hátsó lábunkat gyújtva tartjuk, a sarkunk a talajon, és próbáljuk a térdünkkel megérinteni a talajt. Jó, a hátsó térdünkkel, de nyújtott lábbal a 700-et, ezt már kijelentettem az előbb is. Jó, és ugye most érezni kell, hogy az Achilles és a vádli nyúlik. Jó, cserélünk, másik láb. Ugye minden nyújtó gyakorlatot minimum 10 másodpercig tartani kell, mert utána kezd el az izom reagálni, de hát ugye ez a 10 másodperc csak jelzés értékű, olyan egy, esetleg két percet is lehet egy mozdulatot tartani. Jó, szépen zárjuk a lábunkat, hajolunk előre, megérintjük a talajt, nyújtott lábbal természetesen. Jó, de ahogy látom, csak valaki épp csak a térd alá tud lehajolni. Ne legyen utánmozgás, utánmozgás nem kell, mert az nem nyújt. Jó, egyik lábunkkal átlépünk a másik felett, keresztbe rakjuk, és ugyanígy hajolunk előre. És maradunk lent, nem kell az utánmozgás, csak szépen lógunk lefele. Jó, csere másik lábbal is. Hajolunk előre. Oké, és akkor kicsit megnyújtjuk a combokat, hátul elkapjuk a bokánkat, akinek van a kezeügyében valami, amiben meg tud kapaszkodni, és egy kicsit akár lehet előrefelé is hajolni. Jó. Jöhet a másik láb is. Ez az, nagyon ügyesek voltatok. Ez lett volna az utolsó gyakorlat. Még egyetlen egy dologra szeretném kérni, és ez egybegyűjteket, hogy gyertek, legyetek szívesek a színpad elé. Szeretnék veletek egy közös képet csinálni.